Jó estét kívánok, köszöntöm mindazokat, akik úgy döntöttek, a mai estét újra velünk töltik. A Párbeszéd vendége Schmidt Csaba városunk polgármestere. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Én köszönöm a meghívást, és köszöntöm a televízió nézőit. Beszélgetésünk témája pedig a szokásos negyedéves elemzés, egy kicsit a jelenről, egy kicsit a múltról, és talán egy picit a jövőről is. Az eltelt 3,5 hónap, hisz január közepén beszélgettünk utoljára, tagadhatatlan legfontosabb eseménye a parlamenti választás volt. Én arra kérném, hogy abból az aspektusból beszéljünk róla néhány gondolatot, hogy nem mindegy, hogy egy városvezetésnek melyik parlamenti képviselővel kell együtt dolgoznia, illetve az sem, hogy melyik kormány elképzelései alapján tud működni a későbbiekben. Én nem tagadom, hogy örülök a választások végeredményének, hiszen mind városunk, mind pedig az ország a nemzet fejlődését véleményem szerint ez a választási eredmény szolgálja. 4 évvel ezelőtt a kormány abba vágott bele, hogy újjáépíti a magyar gazdaságot, újjáépíti az országnak a közigazgatási rendszerét azért, hogy egy munkaalapú gazdaságot tudjunk létrehozni. A munkaalapú gazdaságban én akkor úgy fogalmaztam, hogy Tatabánya mindenképpen jól fog járni, hiszen a tatabányai emberek mindig is a munkájukkal, a kemény munkájukkal bizonyítottak, ennek volt értéke a városban. Ha megnézzük az elmúlt 4 év eredményeit, azt, hogy honnan indultunk egy 11,3%-os munkanélküliségről, és ma 6,7%-nál tartunk, akkor látható, hogy ennek nagyon komoly eredményei vannak a városban, de mégiscsak a munka közepénél tartunk, nem jutottunk még a végére, ezért is fontos volt, hogy ezt az átalakítást, ezt a munkaalapú gazdaságnak a kialakítását a kormányzat folytatni tudja. És külön örülök annak, hogy a tatabányai emberek is erre a folytatásra szavaztak, hiszen mint Bencsik János országgyűlési képviselő úr egy nagyon komoly bizalmat kapott a tatabányaiaktól, mint pedig a Fidesz listás eredmény tekintetében a legnagyobb párt lett a városi szavazás vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy a tatabányaiak egyértelműen a folytatásra, ennek a munkaalapú gazdaságnak a kialakítására szavaztak, és azért is fontos ez számomra, hiszen én Bencsik Jánossal, országgyűlési képviselő úrral nagyon sokat dolgoztam együtt. Nyugodtan mondhatom, hogy immár 10 éve dolgozunk közösen, hiszen akkor lépett be a szövetségünkbe, azt követően 4 évig a közös frakcióban dolgoztunk, majd dolgoztunk 4 évet alpolgármesterként vele együtt, és most az elmúlt időszakban pedig közösen az országgyűlésben képviseltük a város érdekeit. Tehát én azt gondolom, hogy a következő 4 évben is tudunk együtt dolgozni, tudjuk az ő munkáját segíteni, hogy minél többet tudjon lobbizni, tenni Tatabánya városáért az országgyűlésben. Említette a munkahelyteremtést és a munkanélküliségi rátákat is. Kanyarodjunk akkor egy kicsit afelé, hogy a munkaalapúság egyik fontos tényezője a letelepült ipar és az iparűzési adóból befolyt jövedelmek, illetve adók felhasználása. Az ipari parkban is sok változás történt az eltelt negyed évben. Talán változás nem is, de beruházásoknak a végére érkeztünk, hiszen az új Széchenyi terv pályázatainak köszönhetően nagyon sok vállalkozás fogott bele technológiai korszerűsítésbe, új technológiák ide telepítésébe, létszámbővítésekbe. Ezek közül egy jelentős beruházó az AGC volt, amely átadta az új 8000 négyzetméteres gyártócsarnokát. Itt korábban 600 fő körül volt a foglalkoztatottság, ma meghaladja a 750-et a foglalkoztatottaknak a létszáma, és ők egy új gyártócsarnokban folytatják az autóüvegeknek az összeszerelését. Ez a tevékenység, amely az új gyártócsarnokba került, ez nem azt jelenti, hogy ott gyártják az üvegeket, a gyártósorok azok megmaradtak, hanem ma már az autógyárak azt várják el, hogy ne csak egy üveget kapjanak, hanem minél több kiegészítővel legyenek felszerelve, hogy tulajdonképpen amikor már az összeépítésbe megérkezik ez az ablak üveg, akkor csak be kelljen rakni a helyére, és már semmit ne kelljen forrasztani, semmit ne kelljen ráragasztani, és ezért ezeknek az előkészítő munkáknak a végzését is itt az AGC Tatabányai telephelyen végzi. De emellett folytatódott az ipari parkban az a munka, amely az infrastruktúra kiépítését szolgálja.
tavalyi évben elkészült a kerékpárút és a járda, valamint a közvilágítás az utak mellett, ahol még hiányzott. Most pedig a körforgalom építésébe fogtunk bele, amely szintén egy nagy beruházás, és bízunk benne, hogy nagyban szolgálja majd a közlekedés biztonságot az ipari parkban a Tatabányai környei terület határán. A munkahely mellett, illetve a megélhetés mellett egyik fontos tényező, hogy az emberek milyen környezetben, milyen formában tudják megélni a hétköznapjaikat, és itt talán kicsit burkolt az átkötés, de itt a közbiztonságra gondolnék. Az utóbbi időben több olyan döntés is született, ami a célból hozott a közgyűlés. Januárban fogadtuk el a város költségvetését, és ott külön kiemeltük, hogy az egyik fontos gondolata az idei évi költségvetésnek az a biztonság. Itt több dolgot értettünk a biztonság szó alatt. Az egyik volt a közbiztonságnak az erősítése, a másik például a közlekedés biztonság, de akár a munkahelyek biztonságára és a vállalkozás fejlesztésére is gondolhatunk. Tehát ma költségvetésünket a biztonság köré építettük. Az elmúlt negyed évben a közbiztonsággal kapcsolatos intézkedéseknek az előkészítése történt meg, az ezzel kapcsolatos tervek elkészültek, most a kivitelezés következik. Hogy miket tervezünk az idei évben közbiztonsági beruházásoknak. Az első nagyon jelentős lépés a térfigyelő kamerarendszernek a bővítése. Ez a második leghatékonyabb eszköz a közterületek biztonságának a kiépítésére. Az első leghatékonyabb az az, hogyha minél több rendőr van az utcákon, minél több gyalogos járőr van, hiszen az autóval járőröző rendőrök is fontosak, de ők azért sokkal kevesebbet látnak, nem annyira érzékelik az emberek, hogy jelen vannak a közterületeken. Az első és legfontosabb az az, hogy minél több gyalogos járőr legyen a Tatabányai utcákon. Én megnyugtatóan látom, hogy az utóbbi időben egyre több gyalogos járőrrel találkozunk, de ők se lehetnek ott mindenhol. A térfigyelő kamerarendszer segít abban, hogy ahol fizikailag nem tud ott lenni a rendőr, ott legalább megfigyelni lehessen a területeket egy online megfigyelő rendszeren keresztül, amit 24 órában folyamatosan néznek a rendőrségen. Nem véletlenül tettük bele ezt a főtéri pályázatunkba ennek a kamerarendszernek a kialakítását, hiszen annak idején is azt gondoltuk, hogy ez az első lépés, most meg kell csinálnunk a központot, a városközpontban ki kell próbálnunk, hogy ez hogy működik a gyakorlatban, és utána bővítenünk kell. Az első bővítési ütem a keletvárosi lakótelepen történt, hiszen a keletvárosi lakótelepen élők jelezték azt, hogy szeretnék, hogyha ez a rendszer működne, nagyon sok probléma volt a közterületi viselkedés kapcsán, ezért ott bővítettük először a rendszert. Az idei évben szeretnénk a rendszert kibővíteni Újváros területén, alapvetően azokon a területeken, ahol a parkolási rendszer működik, mert a parkolási rendszer bevételeit most erre a fejlesztésre fordítjuk az idei évben, hogy biztonságosabb legyen Újváros a Béla Király körtéren, a piac környékén, a Hunyadi téren kerülnek ki újabb térfigyelő kamerák Újváros vonatkozásban, Mártírok úton, a parkolók területén, illetve a köztársaság útján is több helyen kerülnek ki térfigyelő kamerák, amelyek szolgálják azt, hogy minél nagyobb biztonságba tudja magát érezni mindenki, aki a közterületen közlekedik, függetlenül attól, hogy gyalogosan, kerékpárral vagy autóval teszi, és függetlenül attól, hogy ezt fényes nappal vagy az éjszakai órákban teszi. De emellett egy másik programot is elindítottunk, Bagó Attila képviselőtársammal együtt gondoltuk ki ezt a beruházást, ez pedig a lépcsőházi kameráknak a kiépítése, hiszen láttuk azt, hogy minden közterületre nem tudunk eljutni. Sőt, van egy másik probléma is a térfigyelő kamerarendszer kiépítésével, hogy a Tatabányai város szerkezetbe és abban a nagyon szép zöld környezetben, ami tele van fákkal, nagyon nehéz bizonyos helyeken térfigyelő kamerákat telepíteni, mert a fáktól nem nagyon látnak, és nem szeretnénk a fákat kivágni csak azért, hogy a térfigyelő kamerák lássanak. Ezért van olyan terület, ahol más megoldásokban kellett gondolkodnunk, ezért döntöttünk amellett, hogy támogatjuk a társasházakat abban, hogy lépcsőházi kamerákat telepítsenek, amely a lépcsőházba bejövő embereknek a
ezeket rögzíti, és ez egy rögzítő módú rendszer, és 72 óra után törli. Ha nem történik semmi a lépcsőházban, akkor egyszerűen törlésre kerülnek ezek a felvételek. Ezeket a lépcsőházi kamerákat a társasházak helyezhetik ki. Nekik kell döntést hozni, hogy élnek-e az önkormányzat által felkínált lehetőséggel, és 50%-os támogatás mellé hozzáteszik a saját 50%-ukat. Hozzáteszem, hogy sok önkormányzati képviselő jelezte, hogy ő ebben is segíti a társasházakat, tehát lehet, hogy ennek az 50%-nak még a felét is átvállalják a helyi körzeti képviselők, ha megkeresik őket a társasházak, és hát van olyan társasházkezelő a TESZOL személyében, aki pedig úgy döntött, hogy egy az egyben megfinanszírozza a saját társasházainak ezeket a lépcsőházi kamerákat, amelyek nagyban hozzájárulnak ahhoz, hogy az adott lépcsőházban élőknek az értékeit, a vagyonát, adott esetben a személyes biztonságukat sokkal nagyobb védelemben tudják tudni, hiszen ezeknek a kameráknak komoly visszatartó ereje van, emellett pedig nagyban segíti a rendőrség felderítő munkáját. A biztonságot említette, ide tartozhat esetlegesen az úthálózat javítása is, ami mondjuk egyfajta közlekedés biztonságot adhat? Természetesen az úthálózat biztosítása is hozzátartozik, illetve az, hogy a közlekedés biztonság területén olyan fejlesztéseket indítunk el, amely elsősorban a biztonságot tartják szem előtt. Azért fogadta el a képviselőtestület januárban a város költségvetését, mert szerettük volna, hogyha a beruházások minél hamarabb elindulnak, és minél hamarabb elkészülnek ezek a beruházások. Ennek is köszönhető, hogy a kettős, illetve a két körforgalom építése a Dózsa-György úton már előre haladott állapotban van, és nem csak most beszélgetünk arról, hogy mikor fog indulni ennek a körforgalomnak a kialakítása. Itt a két körforgalomnak a fő célja az a közlekedés biztonságnak a kialakítása. Egyrészt az autósok számára, hogy könnyebb és biztonságosabb legyen kikanyarodni, másrészt viszont, hogy a gyalogosok könnyebben jussanak át az út egyik oldaláról a másikra, biztonságosabban tudják tenni, hiszen a Bánhidai lakótelepnek a gyerekei azok a Váci iskolába, a Dózsa iskolába járnak tanulni, tehát nekik egy kétszer-kétsávos úton kellett eddig átjutniuk az iskolába való eljutáshoz, ami jelzőlámpa nélkül nagy nehézségekbe tellett. Most viszont csak kétszer egy sávon kell átjutniuk, középen szigettel, ez sokkal biztonságosabb lesz, mint az eddigi közlekedés, és ez a beruházás nagyon jó ütemben halad. De nem csak a városban a körforgalom kialakítás nem csak így jellemző, hanem az ipari parkban is kialakítunk egy körforgalmat, mint ahogy már jeleztem, emellett Bánhidán is kiépült egy külön megvilágítása egy zebrának, mint ahogy a Mártirok úton történt, ez egy kiemelt világítás jelent. Ezt szeretnénk folytatni, hogy minél jobban megvilágítsuk a zebrákat, hogy az esti órákban is jól láthatóak legyenek a gyalogosok, és ezzel is megelőzzük a baleseteket. Természetesen ehhez az kell, hogy a tatabányaiak és mindenki a zebrákat válaszza a gyalogos átkelésnek, hiszen azok jelentenek majd nagyobb biztonságot. Mikor említette a biztonságot és a térfigyelő kamerákat, akkor rohatatlanul az jutott eszembe, hogy a parkfejlesztés is beindult, de vajon tudjuk-e kellőképpen használni, és hogyha ha nem kellőképpen használjuk, akkor meg lesznek-e azok a módok, amivel esetlegesen azokat, akik másképp gondolkodnak, vagy másképp használják, meg lehessen fékezni? Hát igen, nehéz feladat az, hogy megőrizzük az értékeinket, hiszen minden egyes pad vagy kuka mellé nem tudunk közterület felügyelőt állítani, vagy rendőrt, márpedig néha azt érezzük, vagy ezt érzik a tatabányaiak is, hogy szükség lenne rá. Ezért a parkfejlesztéseknél is kiemelten tekintjük azt, hogy ahol egy nagyobb fejlesztést valósítunk meg, ott adott esetben kamerarendszert is telepítsünk mellé, hogy meg tudjuk védeni. Mondjuk erre a Jubilom Parkban nincs szükség, hiszen ott van élő erős őrzés, ott az éjszakai órákban van egy olyan biztonsági őr, aki mindig körbejárja a parkot és vigyáz az ott lévő értékekre, de a május 1 parki fejlesztéseknél pontosan ezért beépítettük a kamerarendszer kialakítását, sőt, előrébb is hoztuk a kamerarendszer beruházását, tehát a óvárosi fejlesztésnél is először a kamerarendszer lesz kész, az fog működni a Május 1 Park határán, a Gál lakótelepnél, a Ságvári úton, majd elkészítjük a
Május 1 parkot, és ott a Május 1 park területén is kialakításra kerül majd a kamerarendszer, és elfelejtettem, hogy egy kisebb bővítés keretében egyébként a kertvárosi lakótelepen idén is bővítjük a kamerarendszert szintén az ott élőknek az érdekében, valamint igyekszünk külső forrásokat is bevonni, ezért az elmúlt testületi ülésen arról döntöttünk, hogy Felső-Galla vonatkozásában a belügyminisztériumhoz pályázunk a térfigyelő kamerarendszer Felső-Gallán történő kibővítésével. Bocsánat, egy kicsit messzire kalandoztam, vagy visszakalandoztam a témához, a közbiztonsághoz. A parkokra vonatkozott a kérdés. Igen, szeretnénk megőrizni azokat a beruházásokat, amelyeket idén megvalósítunk, hiszen a tatabányaiak nagyon büszkék arra, és az ideérkezők is mindig megjegyzik, hogy milyen szépek a város zöld területei, mennyi zöld van a városban, és ezt az értéket meg kell őriznünk. Én úgy fogalmaztam a szebb és szebb emberibb környezetért pályázat díjazásán, amikor átadtuk azoknak a közösségeknek, akik tesznek a saját környezetük szebbítéséért, hogy Tatabánya a parkok és az erdők városa, hiszen hatalmas területek vannak, erdők a város kezelésében, a város belterületén is, és nagyon nagy és szép parkjaink vannak. Akár a Május 1 park, amelynek a felújítását idén szeretnénk megkezdeni, akár a Csónakázó tó, a Jubileum park, a Titt előtti park, nagyon sok szép parkunk van. Ezeket tovább kell fejleszteni, és olyanokká kell alakítani, hogy a mai kor elvárásainak is meg tudjanak felelni. Ezt tettük meg a Csónakázó tó mellett a Jubileum parknál, hiszen ott kialakítottunk egy kis pihenőrészt a játszótér mellé a kicsit idősebbeknek, a gyerekekkel érkezőknek. Sakkasztalokat tettünk, pihenőrészt, egy kis csobogót, hogyha elfáradnak a családok vagy a nagyszülők a nagy játékban, akkor legyen hol kipihenni az unokáknak az aktivitását, és ott a pötang pályának is legyen egy kis nézőtele. Én nagyon bízom benne, hogy ez a fejlesztés elnyerte a tatabányaiaknak a tetszését, és vigyázni is fogunk rá. Az utolsó közgyűlésen döntöttek arról, hogy tervpályázatot írnak ki Gerecse kapuja címmel. Ez nem más, mint a Turul környezetének megújítása, vagy legalábbis annak a résznek olyan funkciókkal történő ellátása, jó kihelyesen magyarul fejezve. Nagyon sokan emlékeznek arra, hogy a Turul parkerdőnél volt egy ilyen kapu. Szelim Csárdának hívták, és nagyon sokan szokták emlegetni, hogy miért nincs egy ilyen helység ott, ahol adott esetben meg lehet inni egy kávét, meg lehet enni egy szendvicset, ahol adott esetben van egy mellékhelység, amit igénybe lehet venni, hiszen egy hosszabb kirándulás alkalmával erre is szükség van. Tehát ez nagyon régóta hiányzott a Turul parkerdő területéről, és a város többször is belefogott abba, hogy egy ilyet szeretne létrehozni, csak mindig falakba ütköztünk. Hol az egyik fal az volt, hogy a természetvédelem azt mondta, hogy ez a teljesen jogosan, hogy ez egy védett park, egy olyan természetvédelmi terület, ahol nem szabad fákat kivágni, meg kell védeni az erdőt, ezért az erdő területen nem lehet ilyen fejlesztést megvalósítani. Hol pedig a Kulturális Örökség Védelmi Hivatal mondta azt, hogy a Turul látképe, a Turulnak a megjelenése az egy védett érték, nem szabad a Turul mellé, a szikrára, ott, ahol az ászlók vannak, egy ilyen épületet felhúzni, mert hogy a Turulnak a látképét befolyásolja, és ez Tatabányának a jelképe, ebben nem szabad egy épületet felhúzni. És ezek folyamatosan falak voltak, kerestük a megoldást, és a főépítész úrral sikerült ezt megtalálnunk. Elkészítettük a szabályozási tervet, és az új építési helyet a jelenlegi parkoló területén jelöltük ki. Itt nem kell egyetlen egy fát sem kivágni, és nem zavarja a Turulnak a látképét sem, viszont közel van magához az emlékműhöz, hiszen ez az egyik fontos pont. Ez volt az első lépés, hogy ezt a szabályozási tervet elfogadtuk, enélkül nem lenne lehetőségünk a tervpályázatra. Most viszont, hogy megvan a lehetőségünk, megvan az építési hely, most egy olyan épületet kell oda álmodnunk, amely valójában a Gerecsének lehet a kapuja
az, hogyha valaki kirándulni szeretne a Gerecsébe, akkor az jusson eszébe, hogy eljön ide Tatabányára, eljön a turistaházba, vagy ebbe a látogatóközpontba, itt leteszi az autóját, és elindul túrázni. Hogy ezt kerékpárral teszi, vagy gyalogosan teszi, vagy adott esetben az idei évben kiépítésre kerülő vasalt mászóúton fogja kipróbálni magát, és egy kvázi extrém sportot vesz igénybe, ez mind-mind a saját döntése lesz, de lesz egy kiinduló pontja, honnan ezt meg tudja tenni. De nem elég az, hogy egy kiinduló pontnak kell, hogy legyen, hanem egy jelképes épületnek is kell ennek lennie, amely illeszkedik ahhoz a történelmi hagyományhoz, ahhoz a nagyszerű szoborhoz, ami a város jelképévé lett, és amit Komárom vármegye és Bánhida község közösen állított több mint 100 évvel ezelőtt. Tehát egy hasonló léptékűen szép alkotásnak kell lennie ennek az épületnek. Ezért döntöttünk úgy főépítész úr javaslatára, hogy Kossuth díjas, Ybl díjas építészeket hívunk meg erre a TELF pályázatra, és ők álmodjanak ide egy épületet, majd ezt a szakmai zsűri elbírálja, megkérdezzük a tatabányaiak véleményét, hogy melyik épület tetszik nekik, többféle stílusú tervezőt hívtunk meg. Tehát nem csak organikus építészetet hívtunk meg, nem csak modern építészt hívtunk meg, hanem többféle építészt, hogy tudjuk azt, hogy az ő munkájuk alapján valóban választási lehetőségünk lesz, hogy milyen épület fogadja a tatabányaira érkezőket, hiszen szerintem minden tatabányai úgy van vele, hogyha egy messziről jött rokona, barátja érkezik a városba, látogatóba, akkor egy helyre biztosan elviszi a Tudulhoz és a Szelin barlanghoz, tehát legyen ott egy olyan hely, ami szintén ugyanilyen büszkévé teszi a tatabányaiakat. Ha már Gerecse kapujáról beszélünk, akkor nem tudom megkerülni a dolgot. A Gerecse 50-en ma, vagy ez pár héttel ezelőtt rekordnevezés volt, ez megint azt jelenti, hogy népszerűsödik, egyre többen látogatnak ki? Hát igen, mondhatjuk azt, hogy az időjárás jelentőknek nem sikerült eltántorítani a túrázókat a Gerecse 50-től. Az ország legnépszerűbb teljesítménytúrája. Nagyon sokan a szervezők, a Városi Szabadidő Sportszövetség, a Komárom-Esztergomi Sportszövetség nagyon sokat tesz annak érdekében, hogy ez legyen a város, vagy az ország legnagyobb teljesítménytúrája. Én először is szeretném megköszönni a szervezőknek, az önkénteseknek, hiszen az ő munkájuk nélkül nem lehetett volna ilyen flottul levezényelni a Gerecse 50, a 30, a 20 és a 10 kilométeres túrákat, és hát az időjárás velünk volt, mert az induláskor jó idő volt, viszont azért az első az egy kicsit elkapta a túrán résztvevőket, de én azt gondolom, hogy mindenki jó élményekkel tért haza, lehet, hogy egy kicsit fájós lábbal. Én bízom benne, hogy ez ugyanúgy fog folytatódni, ahogy eddig, hogy folyamatosan nő a résztvevőknek a száma, hiszen van egy nagyon jó marketingje a rendezvénynek, mégpedig az, hogy minél többen jönnek el, és jó hírét viszik mind a városnak, mind pedig a Gerecse 50-nek. Ha már szabadidősport, akkor engedje meg még egy kitérőt. Koncepció része az is, hogy egyre több kerékpár útszakaszt adnak át, vagy ez most éppen a pályázatok függvénye volt? A kerékpárút az részben a turizmushoz, részben a munkába járáshoz, a közlekedéshez tartozik hozzá. Itt közösen dolgozunk Tatával, és én azt gondolom, hogy a turizmusban is akkor tudunk sikeresek lenni, hogyha összefogunk térségi szinten, és Tatával közösen gondolkodunk fejlesztésekben, és a két város által nyújtott szolgáltatások azok kiegészítik egymást, vagy adott esetben segítik, erősítik egymást, és nem teljesen két másik koncepciót építünk. És ennek a nagyon jó példája volt az Átalélvölgyi kerékpárút, amely alapvetően nem turizmus céljára épült, hanem a munkába járásra, de mindannyian tudtuk azt, és legalábbis a pályázatba ezt kellett beírni, de mindannyian tudtuk azt, hogy ez nagyban hozzájárul a szabadidő aktív eltöltéséhez, és nyugodtan mondhatjuk, hogy egy jó irányt, egy jó helyszínt sikerült választani ennek a kerékpárútnak, hiszen a népszerűségét nem csak az adja, hogy a két város között át lehet kerekezni, hanem az, hogy hol halad ez a kerékpárút. Hogy hol halad? Hát nagyon messze halad az utaktól.
nincs egy autó sem a közelben, legalábbis szabályosan semmiképpen. Igen, én is hallottam már a tatabányaiaktól az észrevételt, hogy már láttak autót felhajtani az útra. Ilyenkor csak azt tudom mondani, hogy rendőrt kell hívni, tilos autóval felmenni a kerékpár útra, és a rendőrök is erre figyelni fognak. Tehát nagyon messze van az autós közlekedéstől. Így biztonságban érezheti magát minden kerékpáros rajta, azon túl, hogy egy kicsit nagy a forgalom, és nagyon sokan veszik igénybe. De ezért is van az, mert ilyen jó védett környezetben van az Altatér mentén ez a kerékpárút. Nagyon sok családos, akár még nagyon kis gyerekekkel is vállalják azt, hogy átkerekeznek egyik városból a másikba, és kipróbálják magukat, egy hatalmas élményt adva a gyerekeknek a mozgásban, a természetközeli mozgás vonatkozásában. Ehhez persze az is kell, hogy el tudjunk jutni ehhez a kerékpárúthoz. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy amikor az Altatér völgyi kerékpárút hálózat elkészül, akkor legalább a városi gerinc hálózat meglegyen. A Tatabánya egy nagyon hosszan elnyúló város, de az az első feladat, hogy az elejétől a végéig el lehessen jutni, vagy legalábbis a legfontosabb részekig kerékpárúttal. Ugye most Óváros, a Lidl és a kertvárosi csomópont között folyamatos kerékpárúton el lehet jutni, hol a Komáromi úton, hol a Győri úton, hol a Köztársaság úton, összekötő úton, végül a Ságvári úton folyamatosan van kerékpárút. Ezeket a kerékpárutakat szeretnénk a következőkben is bővíteni. Dolgozunk azon, hogy Dózsakert irányába az Erdész úton tudjunk kialakítani kerékpárutakat, illetve várjuk az észrevételeket is, hogy ez a kerékpárút hálózat hogyan bővíthető, mert úgy látjuk, hogy mintha divat lenne ma már Tatabányán kerékpározni, és ennek nagyon örülünk. Bízunk benne, hogy ez a divat meg fog maradni. A komoly témák mellett azért esik szó arról is, ami mondjuk kedvező volt valamennyiünk számára, ilyen volt a Tatabányai Tavaszi Fesztivál, egy olyan rendezvénysorozat részesei lehettünk, ami azt hiszem, hogy minden igényt kielégítő volt, sőt a végén még lezárult egy agóra jubileummal is. Ez mennyire volt, hogy mondjam, a jubileum függvénye, vagy mennyire gondolták úgy, hogy innentől kezdve a Tavaszi Fesztivál egy olyan eseménye lesz a városnak, ami a minden évben óriási tömegeket mozgat majd meg? Elsősorban az volt a szándékunk, hogy a Tavaszi Fesztivált egy rangos művészeti eseményé tudjuk tenni, ami nem csak a városban és nem csak a megyében teszi rangossá ezt a Tavaszi Művészeti Fesztivált, hanem az egész országban, hiszen olyan művészeket hívtunk meg, akik nem csak hogy országos hírűek, hanem adott esetben világhírűek is, és az ő fellépéseiket nem kellett elutazni sem Budapestre, sem Győrbe, sem az ország határain túlra, hanem itt Tatabányán, a Vértes Agórájában koncerteztek, mutatták be az alkotásaikat. Ezt nagyon fontosnak tartottuk és kiemeltnek, hogy a korábbi évek tavaszi fesztiváljáról egy előrelépést tudjunk tenni, hiszen nagyon sok lelkes művészeti ember, adott esetben akár művész, akár zenetanár, zeneiskola igazgató, korábbi években saját maguk szervezték a tavaszi fesztivált. Tehát nem egy profi stáb szervezte, akinek ez a feladata, aki az agórában dolgozik, hanem a munkájuk mellett a szabadidőben szervezték ezeket a programokat, és ez is nagyon sikeres volt, de ennek volt egy korlátja, hiszen ők nagyobb kockázatot nem tudtak vállalni, nagyobb együtteseket nem tudtak meghívni, ezért lépett be most az agóra segítségként, és hívott olyan fellépőket, mint Vásári Tamás, aki egy hihetetlen tehetségű zongora művész, aki bejárta már életében a félvilágot, és nagyon nagy koncerteket adott akár New Yorkban, akár a világ más pontjain, és ma már ismételten itthon van Magyarországon, és a felesége egyébként tatabányai származású, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá, és Tunyogi Herriettára, és ő is itt volt a koncerten, de akár gondolhatunk a Schneeberger koncertre, hiszen ők is világhírűek,
de a kiállítások területén is ugyanilyen nagy kiállítást sikerült hoznunk, hiszen a Tatabányai Múzeumban egyszerre ennyi magyar festőnek a művét nehéz lett volna látni, hiszen a 19. század végének magyar festőinek szinte minden magyar festőnek a művét meg lehet ma is tekinteni a Tatabányai Múzeumban. Ezt azért szeretném felhívni a tatabányaiak figyelmét, mert ritkán van arra lehetőség, hogy Tatabányán Munkácsi képet, Locz Károlynak a képét, vagy vaszali alkotásokat lehessen megnézni, és egy helyen látni a magyar képzőművészetnek a legjavát diplónaival együtt, Színyei Mersével. Egy-egy képpel vannak ilyen a kiállításon, de mégis együtt ennyi nagy magyar alkotó még sosem volt kiállítva a Tatabányai Múzeumban. Ez is a tavaszi fesztivál keretében valósulhatott meg. Köszönet érte a múzeumnak, az Agórának, és azoknak a lelkes szervezőknek, akik nem adták fel, és nem mondták azt, hogy na hát innentől kezdve a profiké a főszerep, és mi nekünk már semmi dolgunk nincs, csak egy éjjel venni és eljönni az előadásra, hanem Dezső Mariannáék továbbra is segítették ezt a rendezvényt. Én azt gondolom, hogy ez a további évek sikeres tavaszi fesztiválának a kulcsa, hogy ez az összefogás megmaradjon. Polgármester, nyilván, hogy lesz nyáron is elég sok olyan nagy rendezvény, amire akár most is invitálhatjuk a tatabányaiakat. Mazsolázzunk, nézzünk néhányat, melyek lesznek azok, amire úgy gondolja, hogy érdemes lesz. Nyilván mindegyikre érdemes lesz kimenni, de amire úgy felhívna a figyelmet. Az idei évben is megrendeztük a húsvéti rendezvényt az Árpád téren, és a május 1-jét is ismételten megszerveztük a Csónakázó tónál, hiszen a tavalyi évben a szakszervezetek az utolsó pillanatban visszalépett a majális szervezésétől, és ez nehézséget jelentett mindenki számára. Idén úgy döntöttünk, hogy akkor, ha a szakszervezetek nem tudják a továbbiakban vállalni a szervezést, akkor a város megteszi, és igyekeztünk ezt jól tenni. A következő nagy rendezvényünk a második alkalommal megrendezésre kerülő sörfesztivál lesz, és hát természetesen azt megelőzően a gyereknap, hiszen a gyereknap az mindig is egy nagyvárosi rendezvény volt, amit az idei évben a cirkusz jegyében szerveznek meg a Vértes Agórájának és a Tatabánya Pontnak a munkatársai. Mindenféle cirkuszi produkció lesz. Én abban bízom, hogy ez is elnyeri a gyerekeknek a tetszését, és első alkalommal a gyereknaphoz kapcsolódóan egy országos rendezvénysorozat részeképpen a gyereknap második napján, pedig az Ezer Lámpás éjszakája lesz, ami arra hívja fel a figyelmet, hogy az eltűnt gyerekekre figyeljünk oda, és próbáljuk megkeresni őket, és ezt nagyon híres művészekkel együtt tudjuk megtenni. A gyereknapi hétvége lesz egy nagyon izgalmas hétvége a város életében. Mindenképpen a gyerekes családoknak érdemes lesz ellátogatni az Agórába, hiszen izgalmas programok lesznek. Ezt követően a pünkösdi rendezvényre is sor kerül, és végül június végén Szent Ivánéi környékén az Árpád téren kerül megrendezésre a második sörfesztivál. Az első hatalmas siker volt, talán a legnépszerűbb rendezvénye volt a tavalyi évnek. Lehet vitatkozni, hogy ez vagy a bányásznap volt a népszerűbb, de mindenképpen nagyon sikeres volt a rendezvény. A szervezők tehát magasra tették a mércét. Az idei évben próbálnak még nagyobb rendezvényt hozni, még több sört fajtát bemutatni, és még több jó koncertet rendezni. És ezekhez nyilván, hogy a város anyagilag is hozzájárul? Természetesen, de várjuk a további szponzorok, illetve hirdetőknek a jelentkezését is, hiszen ezeknek a rendezvényeknek nagy marketing értéke van, úgyhogy nem csak a város, hanem más támogatókat is igyekszünk megnyerni annak érdekében, hogy a rendezvényeket minél több olyan programmal tudjuk ide csábítani, akár a tatabányaiakat, akár a városon kívülről érkezőket, hogy izgalmas legyen ez az időszak. Választásokkal kezdtük a mai beszélgetést, fejezzük be azzal országgyűlési parlamenti választásokkal is, ha megengedett kicsit előre futnék a helyhatósági választások is. Nem titkoltan az a dolog érdekelne elsősorban, hogy ön jelenleg polgármester, helyhatósági választásokon polgármestert fogunk választani. Indul, hogyan lesz, miként tervezi? Amikor a parlamentben döntöttünk arról, hogy a két tisztség nem lesz összeférhető,
hiszen a kisebb parlamenttel együtt az járt együtt, hogy nem lehet két feladatot egyszerre ellátni. Egy 200 fős parlamentben egy parlamenti képviselőre közel kétszer annyi feladat fog jutni, mint amennyi jutott eddig a 386 tagú testületben. Ezért azt a döntést meg kellett hozni a parlamentnek, hogy nem lehet mellékállást vállalni. Nem csak polgármester nem lehet egy parlamenti képviselő, hanem szinte semmilyen másik munkát nem vállalhat. Ezért minden képviselőnek, amikor ezt a döntést meghoztuk, a Fidesz frakcióban föltették a kérdést, hogy jó, de ő hogy képzeli el a jövőjét, melyik feladatot szeretné vállalni. Én akkor is azt a választottam, és ma is ezt a választottam, hogyha én a tatabányaiak részéről bizalmat kapok, akkor én a városban szeretném folytatni a munkámat. Köszönöm szépen a választ is, és a mai esti beszélgetést is. Én köszönöm a meghívást. Nézőinknek pedig megköszönöm megtisztelő figyelmét, további szép estét kívánok!